Újbuda önkormányzatának a kijárási korlátozás betartatása nagyon nagy feladat. Azok az emberek, akik úgy érzik, hogy ez egy engedmény, azoknak nekünk fel kell hívnunk a figyelmet, hogy ez korlátozás. Az a korlátozás, amikor is a lakhelyünket csak alapos indokkal tudjuk elhagyni, és alapos indokkal hagyhatjuk el. Bevásárlás, gyógyszertárba gyógyszerkiváltás. Nagyon fontos, hogy ez mindenkiben tudatosuljon, és ne úgy éljék meg, hogy ez engedmény. Ne úgy éljék meg az időseink sem, hogy ez a 9-től 12-ig való idősáv, ez nekik olyan engedmény, amit ők kihasználhatnak. Mi nagyon kérjük az időseinket, maradjanak otthon. Ez a 9-től 12-ig idősáv az ő védelmüket szolgálja, de mi azt szeretnénk, hogy inkább az önkormányzat segítségét vegyék igénybe, hiszen az önkormányzat részéről van egy infovonal számunk, amelyet, hogyha fölhívnak, akkor mi segítünk az időseinknek. Hívják ezt a számot, hiszen ez nagyon fontos. Nagyon fontos, hogy a hatósági házi karanténban lévő embereket is mi, mint önkormányzat ellátjuk. Nagyon kérjük, hogy ők hívják a megadott számot, a megadott mobilszámot, jelentkezzenek be, és mi felvesszük velük a kapcsolatot, és gondoskodunk az ellátásukról. Itt a jó idő. Most már tényleg látszik, hogy tavasz van. De arra kérjük az embereket, hogy maradjanak otthon. A leginkább az a legfontosabb, hogy otthon maradjunk, és ne érintkezzünk más embertársainkkal, csak az együtt élő családtagjainkkal. Ha úgy gondoljuk, hogy mégis elmennénk kirándulni, sportolni, akkor azt tegyük egyedül, vagy pedig azokkal a családtagokkal, akikkel együtt élünk. Az Újbuda most megjelenő számában találnak egy olyan időseknek szóló mozgásformát, amit mi összeállítottunk szakértők segítségével, és amit mi ajánlunk az időseknek. Nagyon fontos, hogy ők is mozogjanak. Persze most nem tudnak kimenni, sétálni. Ezért szeretnénk nekik ajánlani olyan mozgásformákat, amit otthon el lehet végezni. Kérjük, lapozzák át az Újbuda újságot, és keressék ezt ebben a számban. A hétvégi jó idő sokakat csábított ki a parkba piknikezni. Ezt láttuk, és azért még inkább szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy ne tegyék ezt. Maradjanak otthon, még hogyha közeledik a húsvét is. Sokan szeretnének a családjukkal lenni. Azt kérjük, hogy most ne tegyék. Nagyon fontos, hogy a járvány terjedését lelassítsuk. Nagyon fontos, hogy ne érintkezzünk másokkal, vagy hogyha mégis meg kell közelítenünk valakit, akkor tartsuk a 2 méter távolságot. Fontos, hogy a higiéniai előírásokat betartsuk. Az, hogy mindig mossunk kezet szappannal, alaposan. Mindenképpen fontos, hogyha tüsszentünk, akkor papírzsebkendőbe tüsszentsük, és utána rögtön dobjuk ki a kukába a papírzsebkendőt. Nagyon fontos, hogy tartsuk tisztán környezetünket. Nem csak a saját lakásunkat, hanem hogyha társasházban élünk, akkor osszuk be egymás között, ki mikor fertőtleníti a közös helységeket. Fontos, hogy ne adjuk át egymásnak a vírust, ne terjesszük így. Arra kérjük önöket, hogy legyenek figyelmesek, türelmesek egymással, vigyázzunk egymásra, vigyázzunk magunkra.